Na szép jó estét mindenkinek, folytatjuk az élőadást, gyorsan bele is csapunk. Stumble Guys van, aki szeretne jönni, most nem fogok itt izé battle pass-ezni, meg tokenezni, meg mit tudom, milyen szart. Ugye már játszottam Nessaikkal, és amúgy élőadásban kettő játékot is megnyertem. Szegény játszott Janival, most próbálta ki először, életében nem látták még ezt a játékot. Az első, mely 4 óra után tudtam csatlakozni, mert akkor már így nem, tehát nem volt dolgom. Az elsőt azt így valahogy mit tudom, megnyertem, nem ez a lényeg, és a másodikban próbáltam egyet sem nyert szegény Nessai. Az egész stream alatt, meg azt hiszem Jani sem. És próbáltam őt hozzásegíteni egy győzelemhez, és már majdnem ott volt, tehát ugye a döntőben 8-an voltunk, Nessai meg még a többi néző, Jani nem jutott be, és mindenkit le tudtam boxolgatni ugye a boxos emóttal. Ketten maradtunk Nessai-ra, ugye ez a, amikor a tenger közepén vannak ezek a fa dolgok, és ugye lövöldözi a hajóról, ugye a bombákat lövi ki az ágyú. Vagy rágyugójokat, és így ketten maradtunk be az meg, és már így sétáltam, ugrottam volna le a vízbe, hogy mondom, hogy jó, leugrom, és akkor ő nyeri meg. Erre az meg elugrik, mert azt hitte, hogy föl fog valahol robbanni, vagy nem tudom, robbanni fog izé. Elugrott, valahogy megnyomta a dupla izét, tehát dupla space-t, ugye még dash-elt is, és valahogy becsúszott a vízbe, kb. Fél másodperccel korábban, mint én. Tehát így kb. Egyszerre estünk be a vízbe, én azért imádkoztam, hogy bazd meg, csak nekem, én esek be előbb, és nem bazd meg, neki adta be előbb az esést, nem a vízbe esést, és a második gémet is megnyertem. De nem izé, nem problémáztak, tehát mondták, hogy voltak barát, milyen kurva jó, és akkor írtam, hogy hát bocsi, de tényleg a másodikat át akartam adni. A nézők mondjuk rendesek voltak, mert mondták, hogy tényleg látták azt, hogy mindenkit leütöttem körülötte, és akartam, hogy ő nyerjen. Erre bazd meg beleesik a vízbe. Na mindegy, úgyhogy nem, hogy tényleg tök jó volt velük játszani, fán volt. Köszöntöm is a lehetőséget, meg nem utált senki, úgyhogy ja. Meg hát ugye szivatták, illetve azt mondogatták, hogy hát igen, a Katit csoportnak a játékosai játszanak, ugye a 6 éves gyerekek, és akkor az első győzelem után beírtam, hogy holnap leszek 40, tehát hogy igen, és nincs életem. Na, de akkor gyorsan folytassuk, mert igazából nincs sok időnk, tényleg egy ilyen 15-20 perc, és utána már, hát gyűjtsük be ezeket. Ott is begyűjtjük, nagyon nagy. Ő még kell izé, mennyi? 6, 46 ilyen bigyó. No, party, azt mondja, állítsuk át izét, valami, jaj, várjátok, valami nem mítikus, nem legendás. Volt egy, ami nekem nagyon megtetszett, legyen ez, a Betterő, Sly Raccoon. No. Hát örülnék neki, de hát nyilván ő ilyen komár, tehát fél hatkor befejezi, utána ő a család, meg egyéb munkáit csinálja, úgyhogy nem hiszem, hogy ő ilyenkor így nekiállna streameket nézni, meg ilyesmi, de ja. Megtisztelő lenne persze, hogyha lenne ő lenne az egyik feliratkozom, még ha nem is aktív néző, de tök jó lenne. De hát ahhoz szerintem azért többet kell letenni az asztalra, hogy ő valakinek a csatornájára feliratkozzom. Viccesednek kell lenni, vagy nem tudom, jobb streamernek, tehát azért fel magasan van szerintem a mérce, úgyhogy nekem az is jó, hogyha tényleg olyan streamerek is feliratkoznak, akik talán nem annyira ismertek mondjuk, mint Nessai, de hát nyilván nagyobb közönséggel rendelkeznek, mint én, nekem már az is bőségesen elegendő, illetve az is, hogyha ti itt vagytok, tehát mit kell nekem izé streamer legyen, nem kell, hogy ez legyen. No. Ja nem, amúgy néztem, de nem addold be. No, itt van Csabi is, hát a többiek nem jönnek. Figyú, mindegy, indítom a játékot, most akkor hárman leszünk. Knobber senki nem jelent, ő spurgeci, mert mi? Nem. De Knobber szerintem saját magán kívül nem iratkozott fel soha senkire, tehát én megmerem kockáztatni, hogy ő, tehát ő a sztár, hogy mindenki kövesse, mindenki nézze a videóit, de hogy ő egy fillért nem kötött volna soha senkire, én azt is megmerem kockáztatni, úgyhogy legalábbis én nem emlékszem, hogy mondjuk a saját csatornámon, de én kinézem belőle, hogy sehol máshol, tehát hogy mindenhol reklámozta saját magát, mert ugye az megy, szevassava. Nem voltál gondolom akkor itt, majd nagyon rövid stream, illetve hát egy órás streamet terveztem, ugye a Settlers-et akartam befejezni, amit sikerült is, de maradt még egy kis időnk, úgyhogy most egy kicsit Stumble Guys-ozunk, de nem sokat, úgyhogy ne lepődjetek meg, egy kb. Egy ilyen 15-20 perc cem van mára. Nyugi, nem látok kurvára semmit. Jó, most ott leválok, úgy. Úgy, gyerünk rakún, gyere, kicsi rakún!
De bazd meg, de sokan megyünk, azt a kurva, azt a rohadt kurva Isten faszát. Jó. Bá! Anyád picsáját, nyugi. Jaj. Jaj, ott vagyunk. Na, Arnika, ott van Arnika is. Nem zombi, ne haragudj, megy már a játék. Ez Deckline. Akkor csak a seggét akarja önreklámozás mell. Ja, hát amúgy igen. Na, tehát akkor már ti is kiismertetek Nobert, vagy Koppert. Igen. És a reklámot is izint YouTube-on csinálja, mert tudja, hogy csak 300 másodpercet tudjuk őt kirakni. Twitch-on már rég kapta volna a bant érte, hogyha így elkezdi magát reklámozni. Mondjuk nem egy alkalommal, hanem így visszatérő módon. Akkor tuti, hogy permaban. De hát ugye Kóper az is nagy kópé. És YouTube-on van csak nagy pofája, aztán YouTube-on nyomatja az... Nem mondom, majdnem kimondtam, hoppá. Igen, itt vagyok Zsombor Game, megjöttem. Köszönöm szépen. Köszi, hogy királynak szólítasz, megtisztelő. Üdv neked is. Jaj, ezt utálom, ezt olyan... De hogy a kurva anyámba lehet survivalni, bazd meg? Jaj, hogy föl lehet venni ilyen Jézusom, annyira nem lehet ezt irányítani a belső nézetből, tehát be van állítva egy egérérzékenység, ugye alapból a játékhoz, az szerintem az tök jó. De itt, amikor a belső nézetből irányítom, ilyen, tehát egyszerűen nem lehet. Tehát nem az a szenzitivitás állítja be, amit alapból ugye használok a játéknál, amikor kívülről nézem, hanem egy sokkal érzékenyebbet, és így én egyszerűen nem tudok forogni, mert nem tudok célozni, sem semmit nem tudok. Hát, én nem tudom, én még nem tudtam ezt kitapasztalni, hogy itt hogy kell, meg ugye, tehát mert nem láttam még át a pályát, de ezek szerint akkor vannak ilyen shieldek, amiket föl lehet venni, és akkor ugye az ad védelmet még, de hát, na, mindegy. Na, hajrá Arni, megnézzük Arnit, aztán hát Csabinak nem szurkolunk természetesen, gyerünk Arni, nyomassad! Én is felveszem majd ezt a Drakulát. Hát igen, ez easy, ezen én is simán nyernék, de hát nem. Nagyon nagy csap. Jaj, hú, Arni, te kemény volt az Arnold. Szép. De már nem tudsz átugrani, nem baj, ugye meg kell szakítani ott az... Ja nem, de egy balfasz nézve meg, elfut mellette. Moha, HTN. Hűha, jön a törperős is. Bazdmeg, és hárman eliminálódtak. Jó, a többit ezt nem nézzük meg, nem érdekel minket. A többi... Ja, hogy már itt vagyok kint, jó. Nem is ez a rakunnal megyünk, várjatok. Leave. Melyik volt az az Arninak a izé? Azt hiszem, az nekem is megvan, ugye? Itt van. Nos! Megyünk nossal! He? Ja, hogy invite voltak egy parti... Ja, hogy ez itt jelenik meg. Beszarok. Ez tök jó. Ja nem, Csabi, most ilyen normál gémet akarok párat, aztán már tényleg ennyi volt. Mondom, vagy holnap, vagy legkisebb csütörtökön még mindenképpen játszunk majd, tehát lesz adás. Sőt, ugye a következő az mindenképpen Stumble Guys, illetve Csé lesz, tehát nézői nap, úgymond. Úgyhogy nyugodtan lehet majd jönni. A mai nap az, abban tényleg csak ez az egy órát, illetve kicsit többet terveztem, de később tudtam kezdeni. Úgyhogy mára ennyi, sajnos. Még megyünk egy-két kört, jó, aztán mára befejeztük. De hát így, ha gondoljátok, felvetitek egymással a kapcsolatot, aztán mehettek, még játszhattok itt az egész éjszaka. Éjszaka.
Easy. Jaj, miért kell eddig sorsolni, bazd meg? Tök egyszerű lenne, hogy így elindítjuk a játékot, és kidobja, hogy ez lesz a következő pálya, pont. Tehát, hogy miért kell ezt a pörgetést itt eljátszani, csak az idő megy vele. Amúgy pörgős a maga a játék, tehát szerintem itt még tudnánk nyerni. Azt meg, jó, oké, már szar. Ott van a második hely. Az X az bennem van, a lábom. Ezt hogy? Na. Vannak, de menj már be, Ardine. Nézd már, van izé, törp. Hogy hívják a izét? Azt a... Itt van, ott láttam. Bazd meg, itt beszarok. Bazd meg, zombinek milyen izé. Ezt hogy hívják? Ez a törp... Törpojátsza? Vagy nem törpojátsza. De az volt, nem? Zombinak kurva jó skinje van, de hát gondolom ehhez ilyen 6 millió törpe fejet kéne összegyűjteni, ami nem tudom, vagy 90 óra játékkal lehet, vagy 38 ezer forintot kéne rákölteni, úgyhogy igazából egyik sem adott. Jaj, Nikola, te buta! Jaj, Nikolái! Ja, bocsánat, akkor az nem is nő, az csávó. Nikolái. Ja, hogy is ott lehet? Jó, te lehet esni? Húzzatok már bele, bazd meg! Jó, végre. Igen, be lehet kipörgetni? Ja, hogy olyanért, ja! Ja, benne van a... Igen? Na jó, majd akkor pörgetünk, hátha. Tudom, nem mindegy. Igen, vannak létező emberek, meg vannak izé feltűti bottal is. Nem. Köszönöm szépen a csírt Recsi Petinek. De ez miért nem esett le? Haló? Ennyi már a picsába. Pakos bazd meg a játék, nem tudom letolni. Na. Ki van életben? Meg ezeket le kéne csapkodni. Úgy. Komoly. Ajaj, elsüllyedt a hajó. Not good. Jaj, bazd meg! Jó, indítom a következőt, nem várjuk meg a többieket. Ja, de várjál, most jó volt a party.
Én is. Nem, én voltam az első, bocs. Jó, hogy van Zsombi is, Csabi is, Arnika, aztán a többiek nem jöttek az előbb se, úgyhogy menjünk így. Még egyet jó, vagy max kettőt, attól függ, hogy milyen gyorsan megy. Lenyomunk. Tudom, hogy te recsipöcsi vagy, de nem láttalak online, tehát... De azt hiszem már utkosa volt jó a géped, nem? Ugye pénteken volt stream, és pénteken is játszottunk. Azt hiszem akkor is már azt mondtad, hogy nem, hogy valami megsült a izé, proci, vagy a HDD-be baszódott-e, vagy nem tudom mi lett vele. Ja, a HDD, aha. Hát, és az mondjuk, hát ha úgy veszik, akkor nem egy drága mulatság, mert hogy ki tudod cserélni, csak a rajta lévő adatok mondjuk meg azt, hogy újra kell húzni a gépet, hogyha egy HDD volt, illetve az romlott el, amin ugye az op-rendszer van, de alapvetően meg hát talán még mindig olcsóban megúsztad. Mint ha mondjuk a, nem tudom, egy másik komponens baszódott volna el. Bazd meg, valaki belé... A kurva anyád... Menj a büdös picsába, te faszopó rohadék! A kurva anyád, jó van. Rugdosódj a kurva... Fú, azt... Picsán kell rúgni az ilyet. Jó, jól látom. Arnika? Nem vagy? Basz meg, Arni, mi ez ki? Hogy estél ki? Nem, á! Faszom. Pú, hát igen, az benne a szívás. Mondjuk, hogyha volt egy másik vinyód, ami meg az adatok voltak, meg egyéb dokumentumok, meg filmek, média, ilyesmi, akkor abból az emberben meg szerencsés, hogy mert így kb. Csak a Windows kell újrahúzni, csak, meg felrakni a programokat vissza, amiket használtál, meg a játékokat, stb. Ami nyilván idő, de egyrészt a HDD vagy SSD nem kerül azért olyan sokba, egy 1 terás mondjuk, meg fel kell rakni mindent, viszont legalább az adataid nem vesztek el, vagy a, nem tudom, a poresz. Úgyhogy, ja. Bázd meg! Akartam ütni. Ne inveljetek már, bazd meg, folyamatosan! Kurva élet most már, dögölj meg! Jó? Jó? Most már szakadjatok már le, na végre! Zsombi maradt még itt. Kajavek Csabi is kiesett még? Hát mindenki öregszik Arni, úgyhogy... Sajnos, ne is, ma is mond. Tün 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 t
Bocs. Zsombi nem érdekel minket. No, akkor utolsó játék következik. Gyorsan. Party, normál. Jaj, tényleg, na várjátok, pörgetek. Na, nézzük meg. Hol lehet pörgetek? Vagy mi van? Tehát Nessai nem küldött nekem? Miki? Nincsen. Nem küldött Nessai. Viszont akkor lehet a shop, ugye? Ja, hogy ezért lehet... Ja, hát bazd meg, hát pörgetünk. Kettőt. De itt ilyen izéket kapok, bazd, aj, miért mondtátok, hogy ezt kell pörgetni a picsába? Most ki föl fogom oldani ezért, ezt a hülye picsát. Ne már, ne. Nem akarom. Többől 80 kell, kurva jó. Kurva, bazd meg. Ha tököm az van bőven, tökből, pörgessünk tök. A tököt azt el lehet valami másra költeni? Nem, az erre való, nem? Ja. Jó, akkor költsük el a tökünket. Már hogy nem a, úgy érted, hogy a 3-8, ó, bazd meg, hát akkor az izé, sutty. Jó, mert ezek mondták, hogy ki kell pörgetni, ez meg, hogy na, mind, jó, 130-ból, ó, faszom, kettesével, aha, jó, megéri. Itt már legalább fél úton van. Azért felraktam 300 tököt és 4. Jó, na, 47. Nagyon haladunk. Szárnyalunk. Ez meg már van is, bazd meg. Completed. Ja, de erre kapok. Ó, kapok vissza izét. Tököt, vagy mit? Aha. Complete. Igen. És ez mit jelent? Nem tudom. Valamit ott számolt. 30 per 300 biztos. Jó, skip. Jó, ez mondjuk ez jól néz ki, erre szívesen gyűjtenék el. És akkor marad 155, faszom. Olyanom nincs, azt nem, de hát pörgetem kéne pedig, mert hát én akarok vizét. Törpikét akarok, faszom, és az le fog járni, nem? 6 nap múlva, kell pedig pörgetnem.
Mennyit tudok föltenni? 1200. Annyit még gyűjtök majd. Valamilyen tört nekem kell, lesz valami, hogyha ez a picsa lesz. Már pedig... nem. Na, Joki, jó van. 35. Meg lesz. Jaj, nem. Ezt de nem lehet eladni sem, az a baj. Nem akarok női karakterre játszani, ez olyan... Ez is, na mi? Na. Be, jó, kösz. Épp, hogy mondtam, nagyon jó, köszönöm. Jaj, hogy ez tököt ad. De hát nekem ne tököt adjál, hanem vissza zöld gyémántot, vagy mi ez. És maragdot. Ne akarok én törpöt a kurva életbe, bazd meg! Jó. Kétszeret ráköltünk, még 5 darabot, aztán... Aztán még egy kört megyünk. Na, ez az, Joki! 43, megvan a fele. Joki kell, Joki kell, Joki kell! Tóth, majdnem a Joki... Ki, ez megvan. Nem, azt mondtam, hogy nem akarok női karakterre, mert az búzis. De félreértesz, recsipezi. Pont az ellenkezőjét mondtam. És már megint bazd meg, ezt nem hiszem el. Hány be... Ott, ez az. Na. Joki. Akkor is kíván... Joki Ewingot bazd meg, ki fogom pörgetni. Ha rámegy az összes tokenem, tudod mit? Van a... Na, így. 10-et. Lesorom. Mert most meg le... Ott van, 15, kész. Mennyi az már? 67, 66. Nagyon jó, 14 van hátra, és berakjuk Jokit. A Joki ugye ezért a vicces törp. Jó, ez se rossz. Handy Smurf. Nem rossz, 55-nél tartunk. Majdnem fele. Igen, egy kis pisa, igen. Gyűlelem a törpöket, gyűlelem a törpöket. Jó! Na lehet, hogy ez előbb össze fog gyűlni ez a repülő törp. Mondom, nézd meg, 20. 20-as sávvel dobja. Akkor megyünk a repülő törpel nekem mindig. Valami törpel akarok menni, pont. Ne, hagyjál békén. Nézd meg. 5 pont kell, és meg lesz a 120 pontos. Az a nyomvat, nem tudom, 80-as. Nézd, tessék. Megvan, bazd meg. Megvan a Handy Smurf. Kurva jó. Na, most már akkor nekem a izért, Jokit adjátok ide. Léci, de Jokit akarok, basz. Már nem Jokit, de a Jokit is, de... Ez az! Mennyi kell? Jaj, 8, ez nem elég, basz. 6! Most 5-öt fogok. Nem. Nem érdekel, rámegyek most már Jokira, bazd meg. Hol van? 5-ből kigurítom. Állj már meg a... Azaz, na végre! Köszönöm szépen, megyünk Jokival! Skip! Jogi Csabi! Jaj, és rajta van az a gurulós izé. Ja, az egy darab ilyen pira... majdnem a speciálba, bazd meg. Nem sokon múlt. Na mindegy, jó. Akkor kész. Uff, lementünk 3.30-ra, kurva jó. Tényleg ezért megérte. Kaptunk valami animációt, nem tudom mi az, mindegy. Mi? Ezt, igen. Claim. Kaptunk 75 izét vissza, nagyon jó. Igen, és akkor mi volt ez, Mr. Oh, nem, Jokival, hát Joki, ez az, mert ez lebeg? De ez engem zavar, hogy lebeg, ez, nem, a lebegő ez nekem nem jó, selected, nagy, hogy Joki. Na jó, utolsó game, készüljön föl mindenki, mi? Error, mi? Na azért. Gyere Smurf erőssel.
Nem, most már nem gurítok többet, Peti, úgyhogy majd következő adásban, most ezzel nem akarom már az időt, én valami törpet akartam. Hát tökből nem lehet törpet gurítani, tökből csak ezeket az ilyen halloweeni, nem tudom, fizenfaszomokat, úgyhogy ezt nem. Hát meglátjuk, hogy holnap lesz a stream, ha nem, akkor legkésőbb csütörtökön. Ahogy mondtam már egy jó párszor. Jó, senki többet harmadszor, indulunk. Utolsó game mára. És furt a kis, annyira, nézzek, kis ajándékkal a kezében, nem, tök aranyos. Hát, halogén, azaz, halogén. Szevasz, Szabi! Mi újság? Kicsit későn érkeztem, mert utolsó játékba kezdtünk éppen bele ma, úgyhogy ma egy rövidebb stream volt csak, de hagyjatok már békén, bazd meg, nem hiszem el. Én nem a kakit akartam begyomni, haló? Nem a kakit. A kurva anyját, na jó, na mindegy, hát akkor valaki engem lelökött. Mára ennyi volt a stream, tényleg el kell köszönnöm. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, hamarosan kikerül majd ez a videó YouTube-ra, úgyhogy remélem, hogy lájkolni fogjátok minél többen. És akkor vagy holnap, vagy legkésőbb csütörtökön pedig Stumbleguys, illetve Csé lesz. Tehát nézői játék mindenképpen. A holnapot még nem ígérem, de lehet, hogy már holnap. Úgyhogy mára csak ennyi volt, a setlistet befejeztük, az hamarosan kikerül, illetve ez a kis Stumbleguys is. További kellemes estét mindenkinek, jó éjszakát, holnapra jó munkát, jó sulit, stb. Nekem meg jó, boldog születésnapot, mert hát igen, nem mondom ki, de kerek számot fogok holnap tölteni, de hát mindegy, ezt is meg kellett érni, büszke vagyok rá, úgyhogy na, meg kell majd ünnepelni, vagy holnap megünnepeljük, vagy pedig csütörtökön. Jó éjszakát mindenkinek, engem is valaki levitt, de rá se ráncs, zombi, van ilyen, a profikkal is előfordul. Na, még egyszer jó éjszakát mindenkinek, nekem rohannom kell. Holnap vagy holnap után legkésőbb találkozunk. A Facebookra kiírom majd, hogyha változik a holnapi nap, illetve hát a techbarat.hu-n a naptárban nyomon tudjátok követni, hogyha nem holnap lesz, akkor úgyis átírom, megpróbálom időben átírni, és akkor átrakom holnapról csütörtökre a streamet. Na, jó éjszakát még egyszer, köszi, hogy itt voltatok, köszi Arninak, Zsombornak, Szabolcsnak, Recsi Petinek, Knobbernak, hát elsőként kellett volna Blankával kezdeni, bocsánat tőle még egyszer, és hát ne felejtsük el Krulit sem, Kruli urat, köszi, hogy ő is itt volt, és ja, talán más nem is nagyon hagytam ki, meg Game Dioxid, akinek igen, akivel sajnálatos baleset történt, nem tudom, hogy most tani baleset volt ez az autógumis dolog, hát de akár mostani, akár nem, azért az nagyon durva. Na mindegy, úgyhogy remélem, hogy mindenki jól érezte magát, holnap vagy holnap után jövök. Krulió, bizony így van. Na, jó éjszakát, szevasztok!